köszöntöm a kitartókat, a kitartó előadót és a kitartó hallgatóságot. Elérkeztem az utolsó, de nagyon izgalmas előadás, az Máté Gábor kollégám fog beszélni vízforgásról, falusi életéről és hasonlókról, és a képei is mindig nagyon szépek, ezt én tudom, mert sokszor láttam őket, úgyhogy szeretettel ajánlom a figyelmükbe, Gábor. Köszönöm szépen, és tiszteletel köszöntöm a hallgatóságot. A késői órán. Az én előadásom több ponton fog kapcsolódni a előző előadáshoz. Olyan értelemben, hogy az a rendszer, amit itt be fogok mutatni, mivel az 1940-50-es évekbeli állapotokat fogja tükrözni. Ugye ez a rendszer, amit a Kanadaország esetében láthattunk, ez a határhasználati, pályhasználati rendszer, ez nálunk már nincsen érvényben, úgyhogy ilyen kutató munkám során idős embereknek az elbeszélésére alapján, illetve különböző legendári források alapján próbálom neki mutatni azt, hogy igen, hogy ők ezzelpék a vizet a szüket környezetünkben. De még mielőtt rátérnék erre a konkrét kutatási kérdésre és a mecseknek a vízhasznosítására, röviden szeretnék arról beszélni, miért is fontos a vízről beszélni, illetve milyen rendszerben beszélhetünk a vizekről. Nyilván erre a rendszerre szerettem volna utalni a vízkörforgás kifejezéssel, ami az előadásomnak a címében is szerepel. Most főleg ebben az előadásban a falusi életnek a vízhasznosítási kérdéseiről lesz szó, és mecsekre szeretném fókuszálni. Annyiban rendhagyó a mecsek, ugye nagyon sokat hallunk a víznek a kérdéséről a rádióban és a különböző médiumokban. Általában negatív felhanggal hallunk a vízről, amikor árvíz van, vagy valamilyen szennyezések veszélyeztetik a víztisztetet. Most a mecsek annyiban rendhagyó, hogy ez egy olyan terület, ahol azért annyira nincsenek problémák, tehát vannak árvizek, úgynevezett villámárvizek vannak, de ezek nem okoznak olyan komoly problémákat, mint a lakói folyószakaszok esetében, amik megvannak. Illetve az is egy sajátosság a területnek, hogy egy beszivárgási övezetjük beszélhetünk ezt a egy ilyen egy tipikus tájékszetet láthatunk a Bölcsi Patatnak a felső vízvidékén, a Máhévár és körzetében. Tehát itt úgymond keletkezik a friss, egészséges ivóvíz, már amennyire ugye ez egészséges, nem minden pontban az. A víz körforgást pedig ugye többféleképpen elképzelhetjük. Van egy úgynevezett természetes vízkörforgás. Ennek a főbb jellemzőit láthatjuk itt ezen a nagyon jó ábrán. Láthatjuk azt, hogy lehull a csapadék a hegységeknek a területén, beszivárog a különböző talajrétegek keresztül a mélyrétegekbe is. Részben az ember ezeket a rétegvizeket hasznosítja, de hasznosítja a közvetlenül a szántóföldi, illetve erdei környezetre lehulló vizeket is, ezeket főleg talajvíz formájában tudja hasznosítani. Ami ennek az egész természetes rendszernek a lényege, hogy ugye ez pároló a növényeknek a szárán keresztül, a levelein keresztül, illetve a talaj is ma is visszaadja a hőmérséklet következtében a párát a nedvességet a levegőnek, és ezt az egész rendszert, ezt a folytonos vízáramlási szisztémát nevezhetjük természetes vízkörforgásnak. Erről tanultunk a középiskolában is, meg talán az általános iskolában is, tehát ez önmagában nem újdonság. Megfigyelhetjük azonban ezen az ábrán az embernek a hatását is, ami szerintem nagyon érdekes. Itt a mecsekkel kapcsolatban kiemelném a bányászati tevékenységnek a hatását, látjuk azt, hogy milyen mély felszín alatti réteget igényít az ember, és az ottani tevékenység folytán részben elszennyezi, részben más irányba hát csatornázza tulajdonképpen a földfelszín alatti vizeket. Tehát itt és sok más hatásról lehet még beszélni, mezőgazdaság, de ezeket most nem részletezem. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ez az egyik aspektusa a vízkörforgásnak. Most emellett megkülönböztetik egy másik aspektust, amit ennek az egész nagy földi vízkörzésnek a társadalmi rendszerként lehet definiálni, vagy rövidebben humán kanyarként, ami azért kanyar, idézőjelben véve, mert ez nem egy teljes kör. Ugye az ember felhasználja, él ezekkel a vizekkel, használja a vizeket,
De ugyanúgy, tehát visszacsatornázza tulajdonképpen, visszaadja a természetnek, miután használta. Az a nem mindegy, hogy hogyan adja vissza az ember ezeket a vizeket, de ezért elmítettem egy különböző színvel ezeket a kanyarokat az itt bemutatott dián, mert van jobb állapotú, nyilván tisztább víz, ami visszakerül a környezetünkben. De ezzel az ábrával szeretnék fölhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos a társadalomnak annak a szerepe a vízminőség szempontjából. Hogy mit jelent ez a helyi társadalmi alrendszer, és milyen egységeket láthatunk ezek mögött, gondolhatunk itt egy falura, hogy lehet konkrét vízgyűjtőre gondolni, amikor ezt a kérdést értelmezzük, vagy történelemből, vagy történeti forrásokból ismert közösségekre, akik jól vagy rosszul gazdálkodtak a környezetében fellelhető vízkészlettel. És konkrétan azért a falusi térben vizsgálom ebben az előadásban ezt a kérdést, mert ugye a városokból már az ókortól kezdve vannak adatok arra nézve, hogy egy ilyen műszaki alrendszer iktatódik a tulajdonképpen az ember és a természet közé, tehát a vízfelhasználásban közre működik egy ember által teremtett infrastruktúra. Viszont én most ugye erről a fő témája, ugye majd a meccset lesz, de még van egy lépcső, ameddig eljutunk ezzel a kérdésig. Az első lépcsőfok az, hogy milyen helyi megoldások léteztek a vízkezelésre. Néhány történeti példát szeretnék, és néhány példát szeretnék erre fölhozni, ahol nagyon jól megfigyelhető az, hogy a víz hasznosítás társadalmilag, illetve kulturálisan is meghatározott, de terminál, ezt is megjelenítettem. Az első példa az egy svájci település, Törbel, ami a Zermatti régióban, tehát az igazán magas svájci hegyek között található. Ennek a településnek a visszahasznosításával egy ökológus foglalkozott, Robert Nettingnek hívták, vagy hívják ezt az ökológust, aki ennek a hegyvidéki falunak a sajátos erőforrás kezelésével foglalkozott a munkájában, egy monográfiát írt erről a faluról. Ezen a településen már 1224-től fogva dokumentálható és datálható az, hogy helyi módon szabályozzák a környezethasználatot. Egy kicsit hasonló ez a rendszer az, amit a Kalotaszegnél láthattunk. A különbség az, hogy itt írásban is foglalják ezeket a különböző rendelkezéseket. Én gondolom, hogy az elvek azok hasonlók. Van benne valami, amit az ember a környezettel való együttélése során önkénten elő fejleszt ki. Most lényeges, hogy ezek között a regulációk között ugye nagyon sok ilyen van. 1483-ban ennek a közösségnek, ennek a falunak a tagjai szövetségre lépnek, aminek a célja ennek a szövetségnek, hogy hatékonyabban tudják kezelni az erőforrásaikat, vagyis az erdőket, a vizeket, illetve a távol elhelyezkedő alpi legelőket. És nem mindenki lehet tagja ennek a szövetségnek, aki ott a faluban él, hanem tehát akik kívülről érkeznek a falu közösségbe, azok nem lesznek automatikusan tagjává ennek a szövetségnek, mert bizonyos idő telik el, amíg megismerik azt a családot, amíg látják, hogy hogyan gazdálkodik, amíg bevezetik ebbe a szövetségbe, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen fiktív, vagy egy itt egylet, amiben valaki csak úgy beavatnak, hanem a távoli erőforrásoknak a használatát is ehhez kötik. Tehát aki ennek a szövetségnek a tagja, az juthat részesedést a legelőknek a használatából. Ez volt az egyik példám, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon figyelemfelkeltő példa. A másik pedig Magyarország, a történeti Magyarországnak a területe. Imre István jóvoltából ismerős lehet sok számára a székely rendtartásoknak a fogalma. Ugye ezek a rendtartások, ezek az önigazgató és szabad székely közösségek által írásban foglalt falu törvények voltak. Nagyon sok ilyet ismerünk, ezeket tárta föl elsőként Imre István. És intervallumát tekintve 16. századtól a 19. századig vannak ezek a falu törvények.
legalábbis az ismertek, és ebben írásban foglalják a természeti környezetnek a használatát. Tehát egy kicsit ez a svájci mintához hasonlóan, legelőbb szántók, vizek és erdőknek a használatát. Ugye a székelyeknél az a speciális dolog, hogy ezek szabad emberek voltak, mint a földes urak tulajdonképpen szabadságot élveztek. És a környezettel kapcsolatos rendelkezéseket Imre István egyfajta norma együtteseknek tekinti, amik szavatolták a természeti környezetnek az idő állóságát és a hosszú távú fenntarthatóságát. Úgy fogalmaz Imre István, hogy sajátos ökológiai kultúrát teremtettek a székelyek ezek révén a rendelkezések, illetve rendtartások révén. Fölolvasnék egy ilyen részletet Hilip községnek a 1828-as falu törvényéből, amiben konkrétan a vizekkel kapcsolatban intézkednek a rendelkeznek a helyek. A falu közönséges élő folyóvízéhez sertéspajtát, kenderáztatótót, úgyhogy belé és kifolyjon belőle, csinálni nem szabad, kemény büntetés alatt és azon épületnek elrontása alatt. Úgy az falu utcáira a szemetet és egyéb gazságot kihányni kemény büntetés alatt nem szabad. Az is hozzáértendő, hogy senkinek a vízben mosni semmifélét, hurkát vagy egyebet nem szabad. Több kifejezést megmagyaráznék, ugye itt amikor azt mondja, hogy kemény büntetés alatt nem szabad, ez azt jelenti, hogy szankcionálja a közösség, hogyha valaki esetleg sertéspajtát, vagy kenderáztatót tót étesíteni, és annak a vizei belevezeti a patakvizekbe. A hurka az pedig ilyen a disznónak a belsőségeire vonatkozik. Tehát én gondolom, hogy ebben tárgya is beleértendő, és minden olyan biológiai származék, ami megszennyezhette volna a patakvizeket. Ebben a falu törvényben olvashatunk arra, hogy a sáncot tisztítani kell, az árkokat tisztán kell tartani, de vagyis gondoskodik ennek az erőforrásnak, a víznek a kezeléséről. Magyar példákkal folytatva a sort, itt most három rövid, tényleg csak megemlíteni nem említés szintjén ezeket az nagyon fontos példákat. András van Bertalan foglalkozott a Duna mentének a vízhasznosításával, és ugye egy nagy monográfiában közölte az ezzel kapcsolatos kutatásainak az eredményét, és azt arra a következtetésre jutott, hogy a folyó mellett élő ember nem levezetni kívánta az árvizet, és nem megszabadulni akart a víztől, hanem a rendszeresen ismétlődő, ugye májusi, tavaszi árvizeknek a vízét, azt tulajdonképpen a saját gazdagodására fordította, mégpedig úgy, hogy az fölhasználta a természeti környezetnek a sokszínűséget, ami ennek következtében ugye következett, de már mint ezért volt sokkal diverzebb és gazdagabb a természeti környezet, mert a víz az egy olyan biológiai erővel bírta a Dunamentének a természeti állapotára, ami tulajdonképpen páratlannak nevezhető. Aztán kiemelni még Danko Imrének a vizsgálatáit, aki debreceni vízgazdálkodást vizsgálta, ő is történeti léptékben a középkortól kezdődően, illetve Filip Antalnak a kutatásait, aki a dombsági vizekkel foglalkozott, az olyan térszínekkel, amik már nem számítanak tipikusan ilyen ártéri környezetnek, de ebben benne van a belvizeknek a hasznosítása is, illetve Tata környéki tóvidéknek a kialakulása és ott a mangoknak a használata. Most ezek a röviden felsorolt példákkal arra szeretnék utalni és szeretném aláhúzni azt a felismerést, hogy nagyon fontosak ezek a helyi megoldások a vízkezelésnek a szempontjából. Az így kialakult ilyen helyi gyakorlatok, megoldások arról tanúskodnak, hogy a közösségek, a paraszti közösségek azok előrelátóan kezelték az erőforrásaikat. Persze hozzátehetjük azt is, hogy vannak ellenpéldák is. Zömében nem paraszti közösségekről beszélhetünk. Például Nagybánya környékén 1700-as évek, amikor Bél Mátyás ugye a monográfiáit szerzi és feltehetően ő is arra utazik, a feljegyzésében közli azt, hogy az Azár folyó, ami Nagybányának a legfontosabb vize,
az annyira zavaros és büdös, hogy elkerülik a halak. És nyilván ez annak köszönhető, mert nagybánya környéken akkoriban kohó, illetve bánya művek működtek, és a bányavizek ipari víz megszennyezte az azáknak a vizét. Néhány éve voltam ott, és még most is olyan az azár egyébként. Tényleg borzasztó, mint egy ilyen pecengödő, egy csatorna, nagyon csúnya színe van. Erről a korszakról már, mint a 18. századról, ugye András Fati tanárodnak a munkája is főként a 18. századra koncentrál, erről a korszakról mondja azt Ervártonyi Ágnes, történeti ökológus, hogy ez az önrendelkező és szigorú szokásrenddel bíró közösségeknek a korszaka. És akkor ezek után térnék rá a vízhasznosításnak a, és már a meccseknek a kérdésére. Nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy a víz is, mint természeti erőforrást vizsgálom, most is úgy beszélek róla, és mint ilyent együtt kell vizsgálnunk, hogy érdemes kitekintenünk az erdőknek, a termőföldeknek a használatára, hiszen ezek is olyan közjavak voltak, amik korábban a paraszti közösségeknek a tulajdonában voltak. És hogyha egy ilyen nagyobb időléptéket választunk ennek az áttekintésnek, azt láthatjuk, hogy vannak a hazánk történetében és Európa történetében is olyan transformációs időszakok, olyan politikai, társadalmi változásokkal jellemezhető korszakok, néhány évtizedes korszakokra gondolok, amikor újraosztják az erőforrásokat. Tehát ilyen eseményekre gondolok, például Magyarországon, mint mondjuk a TSZ-esítés. Ugye ez nem volt más, mint a termőföldeknek az elvétele a parasztságtól. De hogyha még korábban megyünk vissza, akkor azt látjuk 1848 és 53 között az erdőket és a legelőket, a legelőknek a használatát korlátozzák. Ugye korábban itt a meccsekben legalábbis a püspök és a klérusnakhoz tartozó birtokokon, falvakban szabad erdőhasználat volt és legelőhasználat volt. Tehát valami gyökeresen más rendszer alakul ki ezek után, a transformációs időszakok után. És ezt az egész gondolatot azért hoztam ide be, mert a víz is egy erőforrás, és a víznek a ilyen módon való hasznosítás, változása nagyon későn következik be, csak a 19. század végén, mondhatjuk, amikor is 1885-ben a vízügyi törvényt meghozzák, és ez a vízügyi törvény váltja ki azokat a rendelkezéseket, amik korábban helyi szinten szabályozták a vízhasználatot. Tehát az, amiről eddig beszéltem, a dunamenti példa, a Székely példa és a többi, az tulajdonképpen korábbi korszakokban képzelhető csak el. De itt van egy újabb, modernebb vízügyi törvény, ami fölülírja ezeket a rendelkezéseket. És ezután, hogy nézzük meg, hogy a meccsekben hogyan alakul ki tényleg durván a völgy használat, hogyan változik. A 18. század végéig, ugye itt a török utáni vagyunk, amikor ezt az első, amikor előbb az első rendszerről beszélünk, itt egy ilyen tavas árasztásos völgyhasznosításról beszélhetünk. Ennek a lényege az, hogy teljes, úgymond teljes völgykitöltés valósul meg, tehát gátas tavakat létesítenek, a malmokat pedig az elgátolt völgy, tehát oda teszik a malomkereket és a malmokat, ahol ugye a malomtónak a kifolyása van, ezzel biztosítják az erővizet a malmok számára. De ez a rendszer csak olyan időszakban működhet, amikor kevesen lakják a tájat, mert ez elég a területet fogja le, nehezen járhatók át a völgyek, ennek következtében mocsarosak a völgytalpak, és ugye ez hát a évszakonként változik ennek a színje, hogy mennyi a, milyen magas a talajvíz a völgyekben. Ez a rendszer kevés völgybeli kultúr növényzettel jellemezhető, tehát ebben a korszakban még kevés a kaszáló például a mecseki völgyekben, hogy kevesebb itt a későbbi korszakokban, és valószínűsíthetjük, hogy a gyümölcsösök is hát nem álltak olyan szinten, mint a későbbi évszázadokban. Most ahogy gyarapodik a népesség, és ugye tudjuk azt, hogy a 20-as években németeket telepítenek, magyarok is visszatelepednek,
gyarapodik a népesség, és egyre inkább ez a fönti rendszer, ez tarthatatlanná válik, és már csak a század közepére már csak néhány ilyen tavas malom marad használatban, és átalakul az egész rendszer egy ilyen malomárkos, nedves bőrhasznosítássá, aminek az a jelentőség és az a különbség az előzőhöz viszonyítva, hogy itt az árkoknak a közét remekül tudják használni. Például itt vannak a legjobb rétek, amiknek ugye a szénáját az állattartásban használják föl. És itt vannak a patakok mellett a gyümölcsösök is, amik a mákóhoz hasonlóan ilyen kettős rendelkezésű gyümölcsösök voltak, szilvafák, alma és körtefák főleg, és a gyümölcsösnek az alját pedig kaszálóként használták. Ugyanakkor ezen a, ebben az időszakban itt voltak a káposztás keretek, a kenderföldek, és minden olyan kerti növény, ami sok nedvességet igényel, viszont szántók nem voltak, tehát az ősztakon nem voltak szántók. Ez a dolog csak a 950-es években változik meg, amikor már egy száraz völgyhasznosításról beszélhetünk. Ennek a rendszerváltásnak a lényege az volt, hogy ugye megszüntetik a malmokat. A 1948-ban a iparengedélyeket visszavonják és a malmokat bezárják. Ez magába hozza, hogy egy-két évtizeden belül már nem használják ezeket a malmokhoz kapcsolódó malomárkokat. És az új rendszernek még jellemzője az is, hogy kiegyenesítik a folyószakaszok, vagy a patakszakaszokat. Itt láthatjuk, hogy egy ilyen írbe-gurbább lefutású patak van, ezen az alsó árnán pedig azt látjuk, hogy egy kiegyenesített patakszakasz. És ennek a értelme pedig abban keresendő, hogy az új rendszer már nem kellett a széna. Már nem használják a szénát. A vidéknek az agráriuma úgy alakul át, hogy az istálozó állattartásra egyáltalán nem lesz jelentősége, hogyha vannak ugye nagy üzemi istálok, akkor ott takarmányozzák az állatokat, takarmánykeverőbe állítják elő a takarmányt hozzá, és a vidéknek a szénája nem kell. Ezeken a felszabaduló területeken pedig szántókat igazgatódásra hasítanak meg a termelőszövetkezetek, tehát ezért alakul tulajdonképpen a nedves völgyhasznosításból át a völgyhasznosítás egy ilyen szárazabb rendszerré. Nyilván, hogy ez ebben a rendszerben már a gyümölcsösök sem igazán jelentősek, és tényleg csak nagyon, nagyon kevés ember használja a hagyományos patakmenti gyümölcsösöket a mecseki falban van. Valójában ez a két rendszer, amit itt bemutattam, illetve ez a három rendszer, ezek közül ez a 18. századi rendszer nagyon korlátozott mértékben kutatható, csak a levéltári források alapján, esetleg helynevek alapján. Ez a két rendszer az, ami nagyon jól tetten élhető, ez a visszaemlékezések alapján, esetleg régi fókékat is lehet össze használni, ez pedig a mai helyzetnek a látlelete tulajdonképpen, amit most már látunk, hogy a száraz bőrhasznosítási rendszer. És akkor néhány gondolatot szeretnék szólni erre a két utóbbi rendszerről, ennek a sajátságairól. Ugye ez a tömbszervény mutatja az 1940-es éveknek az állapotát. Itt nagyon szépen meg lehet figyelni ezen a kipreparált részen, hogy csak rétek vannak a patakok mellékén, legfeljebb ugye káposztásokkal, kenderföldekkel, a találkozunk, tehát olyan növénykultúrákkal, amik amúgy nagyon nagy munkaigényűek, és nagyon nagy hasznot is adtak a helyieknek. Tehát ezek nagyon fontos területek voltak. Ami még az ábrán szembetűnő, az az, hogy itt is egyfajta övezetesség van. Tehát a mecsekben is, ugye a völgyekben nincsen szántó, itt rétek vannak, és ahogy megyünk fölfelé, találkozunk a szőlőkkel, déli és kitettségben főként, a dombok tetején vannak a szántók, ez is egy nagyon általános dolog volt a meccsen, hogy a dombtetőket, a dombhártokat szántották, és az északias hajlatokon pedig erdőket találunk, ugye erdő északat a képen, illetve itt találjuk meg a legelőket is, amik itt-ott fordulva még ma is fellelhetők a meccsekben, bár ezek is most már nagyon rossz ökológiai állapotban vannak ezek a felhagyott legelők.
A régi rendszerről PASZ, ezt nevezem régi rendszernek, ami a 1940-es éveket jellemzi. Ennek a visszaszállatának a jellemzője az volt, hogy nagyon sok ponton tudtak vizetvételezni a határban. Rengeteg út és forrás volt szerte széllel a határ, hogy ezeket általában a határbeli tevékenységhez kötődően használták. Tehát amíg volt, úgy mondom, kisparaszti gazdálkodás is, nagyon volt a határbeli aktivitás, addig sokkal inkább használták ezeket a külterületi forrásokat és kutakat. A rendszernek még a lényege az, hogy nagyon sok gazda volt. Tehát itt nem egy-két szereplő osztozott a vízen, hanem minden faluban, ezek apró települések, volt 150-200 gazda, és itt közösségi érdek volt az, hogy ezrészt a vizet elvezessék, másrészt az, hogy ne legyen szennyezett a víz. Tehát a 1950-es évekig nem beszélhetünk jelentősebb vízszennyezésről, legalábbis kommunális eredetű vízszennyezésről, nem? Tudjuk azt, hogy a bányák már ekkor is dolgoztak a területen, és volt egy-két affér, mert egy-két vízszennyezés a térségben, főleg a szászvári területekre gondolok, de a falvakból nem került ki olyan mennyiségű szennyvíz, ami a pataknak az élővilágát károsította volna. Úgy lehet beszélni erről a régi rendszerről, hogy ez már nem az a rendszer, ami a 18. században lehetett, hiszen a vízügyi törvény szabályozta a helyieknek a vízhasználatát és a vízhasználati jogokat, viszont az ökológiai rend az nagy valószínűséggel hasonló ahhoz, ami régebben volt. Az új rendszer, mint már említettem, a kollektivizálás, illetve az államosítás következtében áll elő és alakul ki. Ez egy nagyon érdekes változás, ami ekkor bekövetkezik. Említettem azt, hogy a szántó lesz a fő művelési ág a völgyekben is. És a másik, ami még úgymond a problémát jelent ebben a korszakban, mármint a 60-as éveket követően, megjelenik az árvíz és az árvízi kártétel. Meg volt ez korábban is, nem lehet azt mondani, hogy korábban nem áradtak volna ki a patakok, erről be is számol a história, domusz és egyéb helyi források, viszont házakat nem tett tönkre, utakat nem mosott el, tehát anyagi értelembe vett kárt nem okozott, vagy hogyha okozott, azok nem voltak olyan nagyok. Most ez annak volt köszönhető, hogy olyan helyre építkeztek a helyiek, ahol nem fenyegetett az árvíz, illetve nem volt olyan szintű az infrastruktúrája, hogy a fahidakat készítettek, az utakat nem betonozták le, és nyilván ezeknek az újjáépítése nem okozott olyan nagy fejtörést a helyieknek, és anyagi vonzata sem volt olyan nagy. De az áradások azért is nagyon érdekesek, mert itt komolyan és ténylegesen kimutatható az emberi, az utóbbi 40 évben történő emberi ráhatás ugye a természeti környezetre. Sok helyen nem megfelelő átereszeket használnak a hidak esetében is. Érdekes módon ezek a műszaki létesítmények okozzák bizonyos falurészeknek az eláradását. Akkor a tarvágások is okolhatók az áradások kialakulásáért. Tehát itt több összetevő van, amiben most nem is szeretnék belemenni, mert ez nagyon sok időt venne igénybe. De a lényeg az ebben a változásban, hogy itt én abban látom a fő okot, hogy miért különbözik ez a mostani rendszer a régitől, mert hogy most egy-két gazda van csak, aki fenntartja ezt a tájat. Míg korábban, úgy említettem, hogy falban 150-200 gazda is volt, néhány üzem van, nyilván mezőgazdasági üzemekre gondolok, de néhány szereplő van csak, akinek a feladata és érdeke a vizeknek az elvezetés, illetve a víznek a tisztántartása. Tehát valahol a visszaszállatnak a pluralitása, tehát az, hogy sok szereplő működött közre ebben, az eredményezte azt, hogy tiszta volt a környezet, és az ivóvíz nem szennyeződött el. Szeretnék utalni a következtetésekre rátérve már arra, hogy ugye nagyon sokáig a közgazdaságtanban azt tartották, hogy
hogy az erőforrásoknak a használata terén ugye két alternatíváról beszélhetünk, van az állami hasznosítás, az erőforrás kezelésben, illetve a magánhasznosítás, magánszerepvállalás. És ezt a két véleményt, ezt a két alternatívát ütköztették a közgazdászok. Néhány évvel ezelőtt, egy 15-20 évvel ezelőtt kapott lába az az elgondolás, hogy egy más alternatíva is van, és ennek a kidolgozása egy Nobel-díjas jogász közgazdászhoz köthető, Elinor Ostromnak hívják ezt a közgazdászt, aki arra hívta fel a figyelmet, és ezért kapott egyébként Nobel-díjat, hogy a kisközösségek olyan szabályozókat iktattak be az erőforrás használatba, aminek a következtében mértéktartóan tudták kezelni és működtetni a környezeti erőforrásaikat, és ennek köszönhető az, ő észak-amerikai példákat hoz, de ő is például ezzel a Cermati régióval ő is foglalkozik, és a világ számos pontjáról hoz még példákat ennek a tételnek az alátámasztására. Tehát én tulajdonképpen ezt a rendszert, amit itt fölvázoltam, ez 1940-es években rendszer, kicsit ehhez tudnám hasonlítani, amit Ostrom is felvázolt, tehát egy olyan hosszú fejlődési utat maga mögött tudó rendszerként, amit már a 40-es években állami szabályok is meghatároztak, de mégis a természeti környezetre való harmonikusabb együttlétet. És akkor összegezve az eddig elhangzottakat, ez az előadás arra próbált meg rávilágítani, még van egy, erről akkor most már nem beszélnek, arra próbált meg rávilágítani, hogy a természet és vízkörforgás mellett van egy humán alrendszer is, ami nagyon fontos a visszhasznosításban. És ezt a humán alrendszert nagyon kevesen vizsgálják, és ennek az ilyen vizsgálatoknak a tapasztalatai nem épülnek be a vízgazdálkodásból, csak nagyon korlátozottan találjuk meg ennek a lecsapódásait a gyakorlatban. És a mostani rendszer az inkább egy ilyen központi paradigma mentén kezeli a vizet, egy műszaki paradigma mentén kezeli a vizet, ami költséges is, a helyi lakók számára elsősorban nekik jelenti a költséget, ugyanakkor katasztrófákat is magában rejt. Tehát ezt a kérdést nem sikerült megmondani véleményem szerint, legalábbis árulkodó az például, hogy a Völgységi patak mentén az utóbbi 10 évben 5 olyan árvíz volt, ami után újjá kellett építeni a hidakat, az utakat, szivattyúzni kellett a szuterinos rétre épült házakat. A rétekre szuterinos házakat építettek, ahol az állent van a talajvíznek a szintjének körülbelül. Tehát ilyen mértékű változások voltak az utóbbi 50 évben. Köszönöm szépen a figyelmet és elnézést, hogy most a hosszúra nyúlt az előadás. Igen, ez egy meliorációnak a nyoma, tehát a régi területeket rendezték. Én erről nem beszélve, a 80-as években volt egy ilyen államilag támogatott nagy művelési ágváltoztatási program, és ennek a keretén belül itt a Völgységi patak mellékén, meg az Izmény Györei vízfolyás mellékén az összes egykor lépnek használt területet szántóvá alakítottak át, és ez a kémlelői útnak, nem tudom pontosan minek hívják, de ebben nézték a talajvíznek a szintjét, és hát ugye alatt csövezték a régi területeket. Ez az ábra már egy pusztult állapotot mutat egyébként, mert azokat a területeket, amiket a 80-as években szántóvá alakították át, egy jelentős részük újra beerdősült és visszaalakult erdővé. Tehát ami egy 20 évig használták körülbelül ezeket a földeket, és mára beerdősültek. Ez a másik ábra, amit átugrottam, meg a régi területeknek a hanyatlását mutatja ezen a két pataknak a mellékén, amiket az előbb említettem, tehát látható az, hogy egy 880 hektárról 200 hektárra ide esik a réteknek a területe a vidéken. Nagyon sok halastalat hoznak létre egyébként a réteken, egykori réteken. Itt van egy megugrás, de
ez csak ilyen művelési ág, átsorolások következménye. Tehát valójában nem változott a művelési ág, de észrevették azt, hogy a szántók meg a réteg megazosodtak, és átminősítették őket a réteg. És ez egy ilyen technikai kérdés, inkább azért látjuk, hogy megmutott a réteknek a kiterjedése 84-ben. De ez egy konzekvens hangotás, ami a rendszerváltás után lesz drasztikusan